Köszöntöm a VKC Televízió nézőit, Önök a heti krónikát látják, Budakalász híreivel és eseményeivel. Jöjjenek elsőként főbb híreink röviden. Kerékpáros pihenők. Két dunaparti pihenő is megújult a múlt héten. Útépítés. A Zöldfa, a Diófa és a Szérűskert utcát érintik a fejlesztések. Őrházprogram. A városrendészet felé lehet jelezni, ha elutazunk a nyáron. Közel 1 millió forintból újult meg a Duna parton két biciklis pihenőhely is. A Kedves utcánál és a Lupa révnél új környezet fogadja a kerekezőket. Használhatatlan, megrongált, megbontott állapotban voltak a kerékpáros pihenők a Dunaparton. Az önkormányzat most ezt a két pihenőhelyet is felújítatta. Amikor a kerékpárutakat átadtuk 2006-ban, akkor készültek pihenők a kerékpárút mentén, hogy akik kerékpároznak és elfáradnak, tudjanak inni, kicsit leülni, megpihenni. De az elmúlt időszakban ezeket nagyon tönkretették, megrongálták, és olyan állapotba kerültek, hogy ez már vállalhatatlan volt, ezért szerettük volna, hogyha az idejesztendőben ezt felújítjuk. Ezek megtörténtek, most úgy néz ki, hogy mind a két pihenő, egyik, ami a Kedves utcánál van, a másik, ami ugye itt van a kikötőnél, mind a kettő megújult, padokat cserélték, kicserélték a tetőszerkezetet, a fa részeket átcserélték, átfestették. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt, és van még egy nagyon fontos változás, hogy azokat az ivókutakat, amik az elmúlt években már tönkrementek, megrongálták, azokat most újra helyreállítottuk. Úgyhogy most mind a két pihenőnél a megfáradt kerékpárosok, vagy a szomjas kerékpárosok tudnak egy hűsítő vizet vinni. A másik pihenőnél, ami a Kedves utcánál van, ott a nyomóskutat helyeztünk el, mert ott nincs minden ingatlanban víz, úgyhogy aki onnan szeretné megoldani az egészséges ivóvízhez való jutását, ő le tudja tenni, a dunaparti lakos lemegy, megtölti a kannáját, és azt haza tudja vinni. Nem kell most már átmenni Békásmegyerre, ahol esetlegesen meg is bírságolhatják a budakalásziakat, akik illegálisan viszik a vizet. Úgyhogy a pihenők elkészültek, én bízom benne, hogy nem járunk vele úgy, mint a felújítás előtt, hogy tönkreteszik az emberek, szeretnénk, hogyha vigyáznák rá a kerékpárosok. Azt is tudom, hogy nem kalászi a kerékpárosoknak a 99%-a, mert ugye egy óriási átmenő forgalom van, a kerékpárút mentén vagyunk, de én kérek mindenkit, aki látja ezt a műsort és hallja, adja át, hogy ez a pihenő, ez értük van, ne rongálják meg, hanem élvezzék, mert hát olyan szépen sikerült. Ezt 1 millió forintot szántunk erre, alatta volt valamennyi, azt hiszem 900 000 forint környékén újult meg ez a két pihenő, és azt gondolom, hogy ez továbbra is, hogyha így marad, akkor egy jó pár esztendeig megszolgálhatja akár a budakalászi kerékpárosok, akár a Budakalászra érkező, más településről érkező kerékpárosoknak a pihenését. A takarékos és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat ebben az évben közel 200 millió forint pénzmaradványjal gazdálkodhat. Idén még több felújítás elkezdődik a városban. Most a városban nagy felújítások kezdődtek. Ami legelőször megtörtént most a nyár folyamán, a világosításon túl, ami gyönyörűen elkészült a Budai út, Adi Endre utca sarkánál, az egészségház mellett, a temetővel szemben, most rengeteget foglalkoztunk a Budakalásznak a szépítésével, azon felül most a Szalonka utcai járda készült el, az már kész van, az most készült el, építik a Mátyás Király utcát, az heteken belül készül el, utána megyünk fel a hegyre és kezdjük a Szérűskert utcát építeni, a Zöldfa utcát építeni, a Diófa utcát építeni, a Budai úti járdát kezdjük építeni, úgyhogy elég sok minden vár ránk még itt a nyáron őszelején. Bízom benne, hogy a télig ezeket a munkákat sikerül is befejezni. Nagyon profi cégeket igyekszünk mindig kiválasztani, akik a szakmai tudásoknak a legjobbával építik fel a járdáinkat, útjainkat. A kerékpáros pihenő felújítása közel 1 millió forintból valósult meg. A Berdó csatornázása előfeltétele annak, hogy rendes úthálózat épülhessen a városrészen. Az önkormányzat pályázott a tavalyi esztendőben, eredményt azonban még nem hirdettek. Évek óta takarékoskodnak a Berdó lakói a csatornázás önrészének finanszírozására. A tavaly beadott pályázat ezzel együtt fedezni a munkaköltségeit. A pályázatot a kiíró szerv befogadta, de még azóta sem hirdettek eredményt. Ez a ciklusunk eleje óta nagy kérdés, és szeretnénk, hogyha megvalósulna, és azt hiszem, hogy meg is tettünk érte mindent, hogy ez létrejöjjön.
A legutóbbi levelünkre megjött most a válasz, amit a pályázatkírónak írtunk, és ő nagyon pozitívan áll hozzá, nagyon biztat minket. Úgyhogy a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnál van ez a levél, hogyha ők ezt aláírják, akkor biztosítják hozzá a forrást, és akkor elkezdődhet ez az építkezés. De hát meglátjuk tényleg, hogy mit hoz a jövő, mert már annyi levelet kaptunk. Én ez több, mint bizakodás részemről, tehát nem utasítottak el minket. Ők is azt írták tényleg, hogy akár még pillanatban leírhatják ezt a levelet. De én már azt szeretném, hogyha a kezünkben lenne és megkezdődhetne ez az építkezés. Az elmúlt években ideiglenesen próbálták megoldani az utcák állapotát. Többször szórták fel mart aszfalttal a nehezen járható útszakaszokat. Ugye még nincsenek közművek, addig utakat se szeretnénk, végleges utakat építeni a Berdóba. És ezen ugye elkezdtem gondolkodni, hogyha idén esetleg nem kapunk egy pozitív választ, akkor jövőben mindenféleképpen önerős építkezést fogunk kezdeni, és elkezdjük az utakat megépíteni itt a Berdóba, mert azt hiszem, hogy jár az itt élőknek is, hogy tényleg fejlődjön ez a terület úgy is, mint út. Persze én nagyon szeretném, még mindig mondom a csatornát, és nagyon bízom benne, hogy idén, októberig megkapjuk ezt a pozitív választ, és akkor így tudunk tovább haladni ennek mentén, de hogyha nem, akkor leülök a társakkal, és igen erősen azt fogom képviselni, hogy álljunk neki, és kezdjünk el utakat építeni itt a Berdóba. Azt kell tudomásul venni, hogyha nem sikerül a pályázaton nyernünk, most hogy 300 000 forint az összeg, amit be kell fizetni, egy sikertelen pályázat esetén, ha szeretnénk csatornát, akkor ez fölmehet 800-900 000 forintig, és nem biztos, hogy itt a lakosok ezt tudnák vállalni. Viszont az út meg akkor is fog kelleni, úgyhogy épp azon gondolkoztunk, hogy akkor esetleg térköves utakat építünk, és hogyha netán esetleg majd később megvalósult ez a pályázati úton történő csatorna beruházás, akkor azt föl lehet bontani, és vissza lehet ugyanúgy tenni, mint ha hozzá se nyúltunk volna, tehát ez egy megoldás lehet, és én tényleg azon vagyok, hogy aki itt él, nekik is jobb legyen, és keressük a megoldásokat. Végül is azért tényleg nagyon nehezen ment, nagyon sokat küszködtünk avval is, hogy tavalyi nyár folyamán be tudtuk adni ezt a pályázatot, tehát a befogadó nyilatkozatokkal is mindennel probléma volt, és tényleg egy nagyon jó pályázatot sikerült a végén benyújtanunk, és tényleg biztatnak minket, de még egyszer hozzá kell tennem, hogyha idén nem kapunk erre egy pozitív választ, akkor egy térköves útépítésbe gondolkozunk itt a Berdóba, és az majd talán megoldja itt a problémákat. Arról nem beszélve, hogy mostanában olyan extrém esők jönnek, tehát ami például a minap is volt, ez a trópusi jellegű eső, hogy órákon keresztül felhőszakadás, és ugye itt ez egy domboldal, és az esővíz szalad mindenfelé, úgyhogy ezt is mindenféleképpen meg kell oldani, csak így ér az egész valamit, hogy tudjuk kezelni ezt a csapadékvizet is, és akkor nyilván, hogy az úttal együtt akkor a csapadékvizet is megcsináljuk. Az önkormányzat addig is úgy segít, ahogyan tud. Tehát a közmunkásokkal minden esőzés után eltakarítatják az utcára került hordalékot. Rövid híreink következnek. Jó ütemben halad a Mátyás Király utca felújítása. Két héttel ezelőtt kezdték meg a munkálatokat a Szent István telepi utcában. A korábbi feltöretezett aszfaltburkolatot térkővel cserélik ki, így a későbbiekben könnyebb lesz a javítás is. A Szent László és a Széchenyi utca közé eső szakasszal már majdnem végzett a kivitelező. Ezután az utca másik részén folytatják tovább a munkát a Zrínyi utca irányában. Mintegy 400 méteres szakasz újulhat így meg. Ennek költsége közel 15 millió forint. Az önkormányzat a tavalyi pénzmaradvány terhére végezteti a kivitelezést. Folytatódik a város virágosítása. Az idén új park készült a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomnál, a napokban pedig az Ady Endre és a Budai út kereszteződésénél is megújult a környezet. A szerb kereszt felújítása után a Damjanich utcai járdaszigetet, valamint a város több pontját díszítették fel virágtornyokkal, melyek költsége 600 ezer forint volt. A villanyoszlopokat is virágok díszítik, több száz muskátlit helyeztek el a város szépítésére.
elektromos sorompót helyeztek el a lemfonógyárnál, melynek működtetése a bérlők, tulajdonosok feladata. A sorompót nyitni előre rögzített telefonszámokról lehet, a 0620 504 42 77-es telefonszámot tárcsázva. A hívásindítás kizárólag számkijelzős módban indított hívásokkal lehetséges, így hívás kezdeményezés előtt gondoskodni kell a rejtett telefonszámok ideiglenes feloldásáról. A tárcsázás után a sorompó nyílik, és az áthaladás után 15 másodperccel automatikusan záródik le. A bérlők korlátozott számban a budakalászi polgármesteri hivatal gazdasági és adóirodáján igényelhetik telefonszámuk rögzítését. A sorompó naponta este 8 órakor csukódik le, reggel 6 óra után az első belépő nyitja, ezután és a köztes időszakban nyitott állásban lesz. Több utca is megújul idén az Ürömi út mentén. A Zöldfa és a Diófa utca lakóit is érintik a fejlesztések. A patak feletti területen több fejlesztés is készül 2014-ben. A költségvetés elsőként a Szalonka utcai járda kipótlását tette lehetővé. Nagyon sok lakos megkeresett ebben, főleg olyanok is, akik ide járnak az óvodába, ide hozzák a gyermekeiket, hogy nem jó az úton közlekedni, csináljuk meg ezt a járdát, és én nagyon örültem, hogy ezt sikerült végül elkészíteni, és nagy örömmel vették birtokba az itt élők. Itt ebben a régióban, ami még következik útfelújítás, amit beraktunk a terveinkbe, szerintem olyan 2-3 héten belül elkezdődik a Széruskert utca. Ez térköves kialakítású lesz, utána következik a Zöldfa utca, és aszfalt, ott is térköves út lesz kialakítva, és aszfaltot tervezünk a Diófa utcába. Nagyon remélem, hogy ez szeptember közepére elkészül, úgyhogy a terveket megújítottuk, és már történik a vállalkozó kiválasztása, és akkor egy nagyon szép utat fognak ott kapni az emberek. Sajnos idén a Kilát utca, az a harmadik utca, ami ott még nagyon rossz, erre nem volt keretünk, forrásunk, viszont én azon leszek, hogy jövőre mindenféleképpen, tehát mint harmadik utca elkészüljön a Kilátó utca is. A mintegy 200 millió forintos pénzmaradmány fedezi a felújítás költségeit. A területen korábban az iskola és a Magyar utcát tették járhatóvá. Eleve nagy a forgalom a Diófa utcában, azt gondolom ott a legnagyobb a forgalom, és talán a tervező ajánlotta nekünk, hogy a célszerűen úgy kialakítani, hogy legyen aszfalt rajta. Nagyon sok előnye van a térkőnek, tehát sokkal könnyebb javítani, hogyha felszedjük, vagy esetleg behúppad, mindenki tudja, hogyha egy aszfaltos utat megvágnak, utána az már nem olyan jó, tehát akárhogy visszajavítjuk, egy kicsit mindig süllyedhet, és utána mindig vissza kell menni. A térkőt felszedik, aláraknak újból homokot, megazítják, és utána nagyon könnyű javítani. Vagy esetleg egy vízbekötés van, vagy bármi ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy célszerű ezt alkalmazni, amúgy meg nem utolsó sorban szép is, tehát tényleg egy ilyen jó ránézni, nagyon időtálló, úgyhogy ahol lehet ezt ők alkalmazni, valószínűleg a Kilátó utcában is ilyen térköves megoldás lesz, és a nagyobb forgalomútakon ott ajánlja a mérnök úr az aszfaltos kialakítást. Az elmúlt egy esztendőben jelentősen drágult az aszfaltára. Ez is szempont volt, amikor egyes útszakaszon térköves felújításról döntöttek. A három utca felújításának költsége közel 60 millió forint. Ebben nincsen benne, ahogyan a Mátyás Király utcában sem, az autóbejárok építésének összege. Minden lakos maga gondoskodik a kocsi beállójáról. A vállalkozó annyit garantál, hogy ahol összeengedi az utat a meglévő kocsi beállóval, ott egy ilyen beton sávot épít, tehát összehozza a két részt, hogy ne legyen ott döccenő, meg ilyesmi, de alapvetőleg a kocsi beállót mindenkinek magának kell róla gondoskodni, akár a vállalkozót is megbízhatja, tehát hogyha beszél vele, ad neki egy árajánlatot, és utána, hogyha neki az megfelel, akkor ő azt el fogja végezni. A felújítás kivitelezése miatt kisebb kellemetlenségekre kell számítani a lakóknak. Egyre többször fordul elő Budakalászon is, hogy a lakásokba alkalmi tolvajok surrannak be. A város önkormányzata éjjel-nappal hívható hívószáma a városrendészetnél csörög. Az előző évek sikerein felbuzdulva a városrendészet idén is elindította az őrház programot. Egy nagyon sikeres programról beszélünk, amit a tavalyi esztendőben kezdtünk el. A kollégáim dr. Udvari Istvánnak volt egy nagyon ötlete, hogy
hogy az emberek, amikor elmennek hazulról nyaralni, vagy bármilyen hosszabb időtartamra, és ezt jelzik a városban a városőrség felé, akkor a városőrség ilyen megerősített szolgálatot lát el azon a település részeken, vagy azokon az utcákban, ahol tudva levő, hogy többen nem tartózkodnak otthon. Ugye ez nyáron nagyon fontos kérdés, mert azért sokszor tényleg azt lehet mondani, hogy egymás mellett levő több házból is elmennek az emberek nyaralni, és azért ilyenkor a trükkös lopásoktól kezdve a betöréses lopásokig bármi olyan, ami nem az élettel összefüggő, hál' Istennek azért nem tartunk, de azért rengeteg olyan vagyont érintő kárt tudunk szenvedni, amit ez talán ez a program meg tud akadályozni. Úgyhogy ha a tisztelt lakotársaink, budakászi polgárok jelzik a városőrség címére, hogy éppen ők nem tartózkodnak otthon, akkor egy fokozott figyelemben részesülnek, addig, ameddig haza nem érkeznek. Bármelyik városőrt, hogyha akár az utcán is megállítják, elmondják, akár bevennek a Budai út 31 szám alá, ott is ezeket az információkat elmondják, hogy éppen elmennek, elutaznak és kérik, hogy egy ilyen fokozott figyelemben részesítsék az ingatlant, akkor ezt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a kollégáim meg fogják tenni, és én bízom benne, hogy lesz is eredménye, ami azt jelenti, hogy nem történik semmi olyan bűncselekmény, amíg ők a mondatlan nyaralást élvezik, hogy itt Budakalászon addig az ingatlanokat kifosszák. A gyakorlatban a 0670 314 61 04-es telefonszámon jelezheti, ha a nyaralásuk idején szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást, de ugyanezen a hívószámon jelezhetik, ha gyanús eseményt észlelnek. A Nándorfehérvári diadalra emlékeztek a hétvégén az Amiért a harang szól kerékpáros zarándoklat résztvevői, az egyik állomás Budakalász volt. Évek óta fogadja a város a Hunyadiak emlékére rendezett túra résztvevőit. Volt, hogy a Falunház udvarán gyűltek össze a zarándokok, idén pedig az Omszk Parkban volt a találkozó. Immár 5-5-ször halad át Budakalászon ez a túra, én magam 4-szer veszek részt a szervezésében. Ugye a Nándorfehérvári diadalra emlékezünk ilyenkor. Ez a mai nap, illetve a holnap utáni, mert július 22-én történt meg ez az esemény. Nagyon fontos része a magyar történelemnek, és azért is tartom nagyon fontosnak, mert ez egy győzelmes része. Hunyadi János és Hunyadi Mátyás ugye a magyar történelem fénykorát jelentik, hiszen egy közép-európai nagybirodalomnak a vezetői voltak, ami hosszasan, hősiesen mondhatom, évszázadokon át tartotta magát az iszlám hódítás ellenében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezekre az eseményekre is nagyon fontos, hogy méltó módon emlékezzünk. Én magam is nagyon szeretek kerékpározni, tavaly előtt végigmentük a férjemmel a túrát, úgyhogy emiatt még közelebb áll a szívemhez az, hogy ez egy sportos zarándoklat. Ahol ugye kerékpárosok, volt olyan név, hogy vízitúrázók is végigmentek a Dunán Visegrádról Budapestig. Most az utóbbi 4 évben kerékpárosok vesznek részt rajta, és hát hála Istennek minden évettől most kb. 100 kerékpáros van, aki a 92 kilométeres távot végig tekeri. Ami egyébként nem kis teljesítmény, mert közben van a Pilis, tehát mondjuk 92 kilométer síkterepen elmenni nem nagy kunszt, de azért hát Visegrádról át kell kelni Pilis-Szent László-Szentendre keresztül a hegyeken, az már azért egy kicsit szuszogósabb, úgyhogy ott azért már igencsak kell nyomniuk. Mi itt Kalászon kis Agapéval vártuk a résztvevőket, a krepárcukrászda pogácsákkal, illetve ásványvízzel, hidegvízzel fogadtuk őket, ami a 35 fokos hőségben úgy látom igen jól esett. A biciklisek a Hősök teréről indultak, útjuk egészen Visegrádig vezetett a Duna mentén. Visszafelé pedig a hegyen át tették meg a távot. Idén jöttünk a 3. alkalommal, illetve nekem 3., a többieknek 1. vagy 2., amiket elhoztam. És hát elsősorban azért, mert szeretünk bringázni. Ez egy 90 kilométeres bringatúra, relatív szervezetten, tehát biztosítanak nekünk ételt, italt, azért hát számít. Tehát ezt magunktól megszervezni nem lenne olyan egyszerű, mint így egy szervezett túrához hozzácsatlakozni. Meg hát nagyobb a társaság, ismerkedni is lehet, nagyjából ezek az okok. Mondtad, hogy ez egy elég hosszú túra, hogy edzettetek rá, hogy készültetek? Hát tavaly előtt egész jó, idén én sehogy. Hát ez azt jelenti, hogy tényleg idén még semmennyit nem tekertem, viszont lassú az átlagtempó, 15 km per órával megyünk átlagosan nagyjából. Az ilyen 100 km-en is tartható
hogyha tartunk ilyen negyedórás szüneteket, ahogy most. Tehát ez így annyira nem megerőltető, mint hogyha 20-25-tel mennénk, akár kevesebbet. A Nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték meg Nándorfehérvár várát, második Mehmed török szultán, több mint 10-szeres túlerőben lévő ostromló seregével szemben. Budakalászi résztvevője is van a Brazíliában zajló strandkézilabda világbajnokságnak. Fekete Bozsana már évek óta a női válogatott tagja. A 14-es számmal játszó játékos betegeskedés után vállalta a világversenyt, ahol kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. A magyar lányok a B csoportban vágtak neki a viadalnak, mindössze a dán együttes tudta megverni őket, ám így is 5 mérkőzésből 4-en győztek, így csoport elsőként várják a torna folytatását. Az A csoport élén a házigazda brazil csapat végzett, ők lehetnek majd nagy ellenfeleink. Olaszország, Norvégia és Brazília nemzeti együttese ellen kell bizonyítani a lányoknak a hétvégén, a hét első napjára pedig az is kiderül, hogy hányadik lesz a Fekete Bozsanával felálló magyar női válogatott. A mérkőzéseket és az eredményeket a Nemzetközi Kézilabda Szövetség honlapján követhetik nyomon. Kedves nézőink, a folytatásban két beszélgetést is láthatnak majd. A fogadóórában Vég Bálint piackutató beszél a budakalászi elégedettségmérés eredményeiről. Majd a köztérben Grezner Lászlót, a rendőrös új parancsnokát ismerhetik meg. Adásunk második felében pedig irodalom és egészségünk is napirendre kerül. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással augusztus 1-én várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol korábbi adásainkat is megtalálják. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!